Osztják a személygyűjtő zsákokat az iskola előtt. Minden tanuló gumikesztyűt kapott, így nem kellett a fertőzésektől tartani munka közben. A diákokat tanáraik is elkísérték. A fiatalok lelkesen szedték össze a járdákon és a parkban az elhagyott műanyagpalackokat és italos dobozokat. Gyorsan és hatékonyan dolgoztak. A zsákok hamar telni kezdtek. Szakál Dániel kezdeményezésére Balaton-Almádi mindhárom iskolája és civil egyesületek is örömmel csatlakoztak az országos kezdeményezéshez. Ezen a napon minden évben több ezer önkéntes vesz részt környezete szépítésében országos szinten. Az akció úgy nézett ki, hogy miután ugye az igazgatókkal megbeszéltük, hogy működhet a dolog, egy tájékoztatás keretében együtt a gyerekekkel felmértük ugye a város szemetes pontjait. Most 11 órától délután 1 óráig fogják a szemetet összeszedni, és majd a jövő héten egy ilyen közös elemzést tartunk, úgymond ugye, és ott felhívjuk a környezettudatos gondolkodásmód és életvitel fontosságára a hangsúlyt. A vörösberényi iskolások az intézményük környékét, a fő utcát az erődített templomig és a kerékpárút Balatonfűzfői szakaszát tisztították. A Györgyi Dénes iskolásai pedig a belvárosi részen gyűjtötték az elszórt szemetet. A két tannyelvű gimnázium tanulói a Rákóczi út és a bevásárlóközpont környékén dolgoztak. Tehát jó ötletnek tartom az egészet. Meglepődtem, mert ilyet én még nem csináltam személyesen, tehát még nem voltam ilyen szemétszedési akción, de szerintem nagyon jó, mert tényleg most ugye nekem például biológia kedvenc tantárgyam, és szeretem a növényeket is, és ez az a növényeket, a környezetet is megvédi, illetve ugye a gyerekeknek is jó. Például a játszótéren én sem szeretem, mikor leviszem a testvéreimet, és akkor tele van minden szeméttel. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos. A Teszed akcióhoz sok civil is csatlakozott. Az akcióban felhasznált kesztyűket és zsákokat minden iskola és település térítésmentesen kapta. A megtelt zsákokat az iskola udvarára vitték vissza, és onnan szállítják el a hulladék lerakóba.